Nagy erőkkel folyik a mentés Tajvanon. A hajnali Richter skála szerinti 6,4-es erősségű földrengés után, amelynek eddig 14 halálos áldozata van, köztük egy újszülött. 500 ember megsérült, sokakat kórházban ápolnak. Több toronyház összeomlott, ráadásul a kínai holdújév ünnepe miatt a szokásosnál jóval többen lehettek az épületekben. Több épület romba dőlt a hajnali földrengés nyomán Tajvan déli részén, a 2 milliós Tainan városában, köztük egy 17 emeletes ház. Csak nem 260 ember lakott itt, de a kínai holdújév miatt sok vendég is lehetett, 200 embert kimentettek. Két kisgyereket a legnagyobb gonddal hoztak le a mentő alakulatok. Kézről kézre adták őket, így sikerült őket biztonságba helyezni. Találtak azonban 4 halottat is a toronyház romjai alatt. Egy 10 napos csecsemőt hajmeresztő mutatvánnyal hoztak le, de az életét már neki sem tudták megmenteni. Mire ideértek vele, már meghalt. Nem volt rajta súlyos külső sérülés. Egyelőre nem tudjuk, mi okozta a halálát, mondta egy orvos. Mintegy 500 ember megsérült, több százat kórházban ápolnak. A fal ledőlt, minden leesett, az ágyom felborult, a lakásom romokban. Nem tudtam, hogy mi folyik, mert még nem éltem át ekkora földrengést. A feleségem és én is elestünk, de szerencsére csak a karom sérült meg, mondta egy férfi. A mentésben több mint 800 katona vesz részt, valamint 23 mentőkutya és 16 helikopter. Voltak, akik maguk verekedték át magukat a romokon. Egy nő kalapáccsal verte szét a lakása lezárt és eldeformálódott ajtaját, így tudott kimászni. Egy férfi pedig összekötötte a ruháit, az így készített kötélen ereszkedett le a 9. emeletről. Egyelőre a mentés a legfontosabb, ehhez van elég emberünk. Azoknak, akik fedél nélkül maradtak, 1200 ágyat biztosítunk a közeli katonai akadémián, mondta a tajvani elnök. A Richter skála szerinti 6,4-es erősségű földrengés hajnali 4 előtt rázta meg Tajvan déli részét. Még a 300 kilométerre lévő Tajpejben is érezni lehetett. A földmozgás nem volt mélyen, ezért is volt pusztító. Több ezer háztartásban nincs villany, 400 ezer lakásban vízhiány van, utak rongálódtak meg, akadozik a vonatközlekedés, mert a pályákat ellenőrizni kell. Ráadásul mindezt a kínai holdújév ünnepén, amikor sokan útra kelnek.